Ismét csak mindenről kell beszélnünk, mert voltak nagyon fontos karakterpillanatok, és a történet is halad szépen előre, úgyhogy vágjunk is bele a részletekbe. Sziasztok, ez itt a Poetry Vision, én Norbi vagyok, és akkor beszélgessünk a The Boys negyedik évadának hatodik részéről. Mielőtt még belevágnánk, többen kiemeltétek nekem videókban, hogy a hangminőségen lenne hova javítani, és én ezzel teljesen egyetértek. Évek óta tologattam magam előtt egy új mikrofon beszerzését, viszont tegnap megkaptam az utolsó inspirálást arra, hogy ezt megtegyem, úgyhogy elmentem és vettem egy új mikrofont, amivel már nagyon régóta szemeztem. Viszont nyilván itt túl sokat még nem tudtam tesztelni, szóval lehet ez sem lesz még tökéletes, de valószínűleg azért a fejlődés már így is érezhető, a következő hetekben pedig igyekszem megtalálni a legmegfelelőbb beállítást ehhez a videótípushoz. De hogyha bármilyen visszajelzésetek vagy tanácsotok van a mikrofon kezeléssel kapcsolatban, akkor azt írjátok le nyugodtan, illetve hogy látjátok, a díszlettel is próbálok egy kicsit játszadozni, de még lehet az is alakulni fog. Csak gyorsan ki akartam erre térni, hogy igyekszem fejleszteni ezeket a dolgokat és, Na de akkor kezdjük a videót. Kezdjük először a történettel. Frencsinál láthatjuk, hogy nem fogad látogatókat ez érdekesen vizsgálja a Kimikóval való kapcsolatát. Frenchy szempontjából szerintem érthető, mert ezzel is büntetni szeretné magát, plusz biztosan közrejátszik az is, hogy fél attól, hogy mi lesz Kimikó reakciója, ezt ugye kifejtette Starlightnak az előző epizódban, bár szerintem egy kicsit egyébként túl gondolja ezeket a dolgokat, mert Kimikó is elkövetett igen komoly bűnöket, így pedig pont, hogy valószínűleg segíteni is tudna neki ezeket feldolgozni, vagy egymásnak tudnának segíteni, hogy feldolgozzák ezeket a dolgokat. Minden esetre ez egy olyan történetszál, ami egyelőre sok mindenre nem fut ki. Szóval nagyban függ attól, hogy hogyan fogják kezelni az utolsó két részben, hogy hogyan lehet ezt megítélni visszamenőlegesen is. Egyelőre ennek a véleményezésével még várnék az évad végéig. Vagy amíg történik valami, ez lehet akár a következő részben is. Kaptunk egy pókember paródiát is. Kíváncsi voltam, mikor lépik meg, és őszintén nagyon vártam egy ilyen karaktert, de még őszintében nem gondoltam bele, hogy ezt hogyan fogják valószínűleg kezelni. Pedig teljesen jogos a sorozattól, hogy egy biológiailag helyesebb pókembert hoznak létre, de hogy őszinte legyek, én azért maradnék a márveles változatnál. Homelander látványosan nem is titkolja már, hogy mennyire lenéz sok mindenkit, most például Tech Night nak fejtette ezt ki, pedig neki ugye még a segítségére is szüksége van. Érezhetően egyre jobban eltávolodik és elzárkózik szinte mindenkitől Ryan-en kívül. Érdekes volt egyébként a terv Huey-val kapcsolatban, de szerintem talán túl kockázatos volt, túl sok buktatója volt az egésznek, ami szinte biztosan Huey halálával járt volna. Bár ahogy nem bukott le egy darabig, talán még hitelesnek is is mondható, Homelander szimplán nem vette észre, és nem is igazán érdekelte a jelenléte, Tech Knight pedig fogalmazunk úgy, hogy másra koncentrált. Tech nálam amúgy behoztak egy nagyon érdekes Batman párhuzamot, én őt az előző videóban Sherlock Holmeshoz hasonlítottam, és ezt a részben is megteszik, de volt egy nagyon erős párhuzama a És is, ami igazából jogos, mert ugye Batman a DC univerzum legjobb detektíve, így a Nyomozós vonal ez, ebből a szempontból is illik Technight-ra is. Plusz így be tudták hozni a vagyonát is, és kaptunk egy Alfred párhuzamot is az Inassal. Black Noir is kapott egy kicsivel nagyobb szerepet. A kiakadás egyébként szerintem teljesen jogos, bár kockázatos ez az egész. Eddig azt hittem, hogy őt csak főként poénként fogják használni, de így, hogy megtudtunk valamit az erejéről is, illetve arról, hogy azért nagyobb ambíciói vannak ez még lehet egy nagyon érdekes történetszál, egy olyan, amire még akár Szécs vagy Homelander sem készül, mert teljesen kiszámíthatatlan, hogy mit fog kezdeni ezek után. A színész egyébként, akit itt láthattunk, ugyanaz, aki Black Noir-t alakította az első három évadban, kivéve persze a flashback jelenetet, ahol egy fiatalabb színész játszott el a karaktert. A párbeszédükből egyébként azt is láthattuk, hogy Deep is egyre jobban bekattan, ami viszont nagyon veszélyes lehet, főleg saját magára. Volt egy jelenet, ahol Victoria Newman felrobbantotta a saját fejét. Az, hogy ez egy párbeszédre adott reakció volt egyébként szerintem zseniális, de kicsit olcsó félrevezetésnek is érzem, mert ezt beletették az epizód promójába is, így azért egyértelmű volt, hogy nem ez fog történni, és nyilván nem is akarták úgy bemutatni, nem húzták túl sokáig, de azért szerintem az ilyen félrevezetések nem mindig a, a legokosabbak. Viszont felmerült így egy érdekes kérdés, hogy ezáltal bemutatták-e azt is, hogy hasonló erővel rendelkező szuperhős meg tudja ölni Viktóriát, vagy nem, mert hogyha igen, akkor az egyik Jenvi karakter ebből a szempontból és ebben a küldetésben még kifejezetten fontos lehet. Kimikó könyvekkel való kommunikálása szerintem nagyon ötletes volt. MM-nél pedig nagyon jól bemutatták a szorongását. Éjtrén pedig megkapta a hős pillanatát. Nem vagyok a legnagyobb rajongója annak, hogy jó karaktert csinálnak belőle, viszont most kezelték szerintem ezt a legjobban. Már csak azért is, mert most hatalmasat kellett kockáztatnia, saját magát is kockára tette ezzel az egésszel, hogy például megmentette MM-et. Rengeteg lebukási lehetőség van így előtte ez pedig megmutatja, hogy a szándékai valóban jók most már, és láthatóan jól esett neki a srác reakciója, amikor az hősként nézett rá, így talán tényleg most jutott a legközelebb ahhoz, hogy engem is meggyőzzön, illetve abban is kezdek emiatt egyre biztosabb lenni, hogy az évad végét nem fogja megelni. A Tech Night barlangjában történt dolgokra mindenki lelki egészsége érdekében nem reagálnék, már mint a részletekre, de azért várható volt, hogy valamivel megpróbálják majd felülmúlni a harmadik évados hírogazom epizódot, nem tudom, hogy sikerült-e, de a határokat feszegette ez az epizód, és ez a történetszál is. Ha ez volt a cél, akkor sikerült. Az egyébként szerintem hiteles volt, hogy Huey nem tudta betipelni a jelszót, kicsit feltem tőle, hogy rá fog hibázni valahogyan, az pedig, hogy végül zendaja lett, Egyszerre érzem olcsó megoldásnak és zseniálisnak is. Nyilvánvalóan ez utalás arra, hogy a mostani pókember alakító színész Tom Holland kapcsolatban van Zendajával, illetve ugye a pókember filmekben is Zendaya alakítja a pókember szerelmét, szóval ez így kvázi két szinten is működik. Az pedig, hogy a börtönöket használják fel, amiket Tech birtokol, elég parán hangzik, kíváncsi vagyok, hogy ezt hova fogják kifuttatni. Lehet, hogy csak én voltam figyelmetlen, és erre már utaltak is, de egyelőre nekem kérdéses, hogy ez milyen célt szolgál Homelandernek és Szécsnek. És ha már szégy, akkor kicsit térjünk ki rá. Az előző videóban mondtam nála, hogy remélem kapni fog valamiféle motivációt vagy eredett történetet, és bár sokkal okosabbak most sem lettünk vele kapcsolatban, az azért egyértelművé vált, hogy lesz vele valami. Nem merül el itt sem túl sok mindent magáról, így nem is tudhatjuk egyelőre, hogy mit miért tesz, de az most már biztos, hogy valami okkal cselekszik. Én egyelőre arra tippelek, hogy egyfajta bosszú hadjárata van mindenkivel szemben, a szuperhősöket és az embereket is meg akarja büntetni. Ez lehet azért, mert rendkívül intelligens, és azt gondolja el miatt, hogy semminek nincs semmi értelme, és akkor miért ne próbálhatna meg valahogy saját magának legalább élvezetet szerezni. Az is lehet, hogy a most megemlített nagymamájának lesz köze hozzá, mármint a halálának, mert az, hogy most itt kiemelték, elég fontosát tette a karakterét, de igazából ezek még csak tippek, biztosat majd csak remélhetőleg két rész múlva tudunk mondani. Minden esetre azt nem hinném, hogy pozitív karaktert csinálnának belőle, mert az például elég durva volt, hogy kiderült, hogy mm megfigyelteti, és a lányával fenyegette, és hogy mm megfigyeltetik, biztos, hogy ez mindenki másra is igaz, ez pedig nem túl hősies jellemvonás. Aztán egy kicsit olcsó megoldás volt, hogy pont belőtte MM így ezt túlélte, viszont legalább volt egy egy fontos következmény ennek az egésznek, és az a jelenet sor, amikor regenerálódott az agya, emiatt viszont még nem volt túl intelligens, hanem inkább úgy viselkedett, mint egy 4-5 éves gyerek, szerintem zseniális volt, legalábbis én imádtam ezeket a jeleneteket. Szeretnék még kitérni egy kicsit Firecrackerre. Nem szerepelt túl sokat, de a megjelenései kifejezetten fontosak voltak ebben az epizódban is. Először is már a rész elején láthattuk nála, hogy ő az új tévés műsorvezető, így az Fogalmazunk úgy, hogy az elméleteit meg tudja osztani egy nagyobb közönség előtt, de ami talán ezzel még fontosabb, hogy láthatjuk, hogy szép lassan a szuperhősök átveszik az irányítást mindenfelett. Ennek ellenére azt is építették nála, hogy mennyire nem veszi senki komolyan, ami nem is feltétlenül érinti őt túl jól. Így pedig a részvégén, ahol kihasználja Homelander talán legnagyobb gyengeségét, elég fontos pozíciót is szerez magának. Érdekes lesz figyelni, hogy ezt hogyan tudja hasznosítani. Na is ha már Homelander... Rendkívül fontos volt a karakter szempontjából a jelenet, amikor meg akarta mutatni, hogy tud irányítani, viszont imádtam a visszavágást, hogy itt nem működnek azok a szövegek, amikkel a követőit maga mellé tudja állítani. Valahogy tényleg így képzelek el egy politikai megbeszélést oldaltól függetlenül, pontosan tudják, hogy a legtöbb dolog, amit mondanak, csak is arra van, hogy az embereket maguk mellé állítsák az nagyon sokatlagos, hogy ez a dolog igaz-e vagy sem. Erre pedig rátett Viktória beszéde is, és bár szerintem ez nem lesz annyira felkapva, mint más állásfoglalása a sorozattól, de szerintem ez volt az eddigi legerősebb, itt különböző politikai oldal képviselői megjelentek, hogy egyrészt megbuktassák a regnáló elnököt, másrészt pedig elismerték, hogy egyetlen egy dolog számít nekik, és azok nagyon nem az emberek, legyen szó akármilyen emberről, ez pedig fájdalmasan valóságosnak tűnik. Viszont ami a történet szempontjából fontos, hogy Viktória ezzel a beszéddel úgy tűnik, hogy megnyerte magának az elnöki széket, illetve Homelander haragját, és legalábbis nagyon úgy tűnt, hogy nem tetszett Homelandornek az, hogy Viktória elvette tőle a reflektorfényt. Illetve később az is kiderül, hogy tévettem azt illetve hogy Cameron Coleman megölése csak félrevezetés lett volna, és hogy tudják, hogy A-Train az, aki szivárogtat. Viszont így, hogy újra felmerült a kérdés, hogy ki az, aki mégis megteszi ezeket, A-Train sorsa egyre jobban úgy érzem, hogy kezd megpecsételődni. Na és akkor Billy Butcher. A múlt heti videóban megemlítettem azt a teóriát, hogy Joe talán Butcher képzeletének a szüleménye, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebben a részben még jobban fogom figyelni a jeleket, és már tényleg az epizód elején árulkodó volt, hogy például Butcher az, aki felébreszti a foglyot, illetve ő az egyetlen, aki reagál Joe megszólalásaira. Kicsit úgy érzem, hogy itt már nem is akarták titkolni, és már ezzel is elkezdték felvezetni a rész végét, ami végül ugye meg is erősítette, hogy Joe valóban Butcher képzeletének a szüleménye csak. Egyébként szerintem ez egy nagyon jó döntés volt, hogy ezt nem húzták a az évad végéig teljesen felesleges lett volna nem itt ezt megcsinálni. Így sokkal jobban is működött, mert így tényleg van idő ezzel valamit kezdeni, még hogyha az utolsó részben derül ki, vagy csak a jövő héten derül ki, akkor sokkal kevesebb ideig követhetjük ennek a lecsapódását, pedig szerintem az, ami igazán izgalmas lesz ennél a fordulatnál. És akkor így kialakult egy érdekes vita a két elképzelt karakter között, akiket Butcher ugye odaképzel. Egyrészt a képviseli az ő jó oldalát, az ő törődő oldalát. Joe pedig az egyértelműen legnagatívabb vonásait tartalmazza. Ez lehet belehallatszódott. Jonál egyébként végigérezhető volt a megszólalásaiból, hogy igazából egyetlen egy dolog választja előtt homelander az, hogy nincs szuperereje, de ha lenne, pontosan ugyanúgy cselekedne, pontosan ugyanúgy visszaélne ezekkel a dolgokkal, és pontosan ugyanúgy kihasználna a hatalmát, mint Homelander, ezáltal pedig ez ugyanígy elmondható Butcherről is, van egy pozitív oldala is, de van egy olyan oldala, ami tényleg csak egy szupererőnyire van attól, hogy ő legyen a következő Homelander. Ez pedig brutálissá és tragikussá teszi az ő karakterét. Viszont nem szabad azért elfelejteni, hogy Becka is ott van, aki pedig az ő törődő és érzésekre képes oldala, ez a kettő pedig nyilván elég nagy konfliktusban áll egymással, és elég kiszámíthatatlan is, hogy melyik fog felülkerekedni. Hosszú távon azért valósz valószínűleg sejthető, de ha már csak rövid távon is Joe fog nyerni, annak komoly és tragikus következményei lesznek nagyon sok mindenkire nézve. Ami pedig még érdekes volt, hogy úgy tűnik, hogy Joe az, aki elintézte ezékielt. Azt nem fejtették ki, hogy hogyan. Szerintem azért itt is szükség van valamiféle emberfeletti erőre, mert alapvetően nem hiszem, hogy ki tudott volna szabadulni a folytogatásból például, vagy a pusztítást tudott volna végezni szinkla emberi erővel. Szóval vagy még lesz el még egy fordulat, és kiderül, hogy ettől függetlenül van benne az a féregszerűség, ami ott mozgott, aminek van egy szuper ereje, és amit láthatunk például a nyúlban is. Csak amikor ez átveszi az irányítást, akkor szimplán a Joe féle vonások jönnek belőle elő, ami kicsit tényleg hákossá teszi ezt az egészet, szóval az is lehet, hogy bocsár ilyen egyfajta hák és Venom keverék lesz. Két részen belül meglátjuk. Valószínűleg már jövő héten. És akkor még egy dologra szeretnék kitérni, hogy szerintem mi lesz ennek az évadnak a vége. Így, hogy már csak két rész maradt, gondoltam, érdekes lehet erről tippelgetni hogy mi várhat még ránk az évad végéig, és ezek tényleg csak tippek, viszont van egy ötletem, hogy mire futhat ki az egész történet, mivel akarják felvezetni az utolsó évadot. Az egyik szerintem a vírus érinti, szerintem túl egyszerű lenne, hogyha Butcher nem hozná létre, így valahogy meg fogják csinálni, és ki fog szabadulni. Így pedig kaphatunk egy évadot, ahol egy világjárvány lesz, csak hogy még higgadtabban lehessen majd diskurálni a sorozatról. A másik dolog pedig egy népszerű internetes teória, amivel én is egyre jobban egyetértek, ez pedig az, hogy Homelanderből elnök lesz. Láthattuk például ebben a részben is, hogy mennyire beégett, amikor tényleges dolgokat kellett mondania, ennek ellenére úgy érzem, hogy elnököt fognak csinálni belőle, mert bár korábban úgy gondolta, hogy nincs hatalma ennek a pozíciónak, de ebből a történésből talán rájöhetett arra, hogy igenis van jelentősége az elnöknek, és megpróbálhatja ezt kihasználni. Plusz, ha Homelander lesz az elnök egy vírus idején, rengeteg kommentárra lehetőséget ad a sorozatnak, és ahogy a vírusnál is mondtam, még tovább fogja bonyolítani, hogy nyugodtan lehessen beszélgetni és vitázni a sorozatról. Minden esetre a rész rendkívül izgalmas volt, érdekesen vitte tovább a történetet is, és a karaktereket is. Így pedig, hogy a Butcher fordulat is kiderült, rengeteg nyitott kérdés maradt a hátralévő két részre, rengeteg irányba el tudják vinni a történetet is, akár olyanra is, ami betippelhető, de teljesen váratlan dolgokat is kezdhetnek ezekkel a dolgokkal. Meglátjuk, hogy mit lépnek. Viszont akkor én ennyi szerettem volna elmondani a negyedik évad hatodik részéről. Kommentek között beszélgessünk arról, hogy nektek hogy tetszett ez a rész, és hogy mit vártak a hátra lévő két epizódtól, illetve tényleg, hogyha bármilyen visszajelzés van a hangkal kapcsolatban, azt is nagyon szívesen veszem. Hogyha tetszett a videó és szeretnél támogatni, akkor ezt legjobban a videó lájkolásával tudod megtenni, viszont hogyha más lehetőséget is szeretnél megragadni, akkor ott van például a csatornatagság, ahol havi 199 forinttól jogosult vagy egy havi tagvideóra, és ezzel például segítitek ilyen eszközök beszerzését, mint a mikrofon. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni semmiféle jövőbeli videóról, akkor iratkozzatok fel és nézzetek vissza máskor is, mára viszont köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan folytatjuk, sziasztok!